egyes paripa. Egyikre én ülök, másikra gálambom, feltaláljuk egymást, feltaláljuk mi egymást. Nagy magyar ország, feltaláljuk egymást, feltaláljuk mi egymást. Nagy magyar ország. Bárcsak határid láthatnám. Látom füstjét, de csak alig, hogy az égen lengedezni. Tisztelt emlékező és üdvözlő közösség! Tisztelt, tiszteletbeli székely barátaim, kedves vendégek, honfitársaim! Engedjék meg, hogy először is átadjam Kövér László házelnök úr köszöntő gondolatait. Elnök úrral egyeztettem, lélekben itt van velünk, hisz nagyon jól ismerték és nagyon nagyra becsülték kölcsönösen egymást Levente barátunkkal. Gondoltam először, hogy talán egy idézettel kellene beszédemet kezdenem, de úgy gondolom, hogy most attól eltekintve inkább azzal kell kezdem, hogy Levente most is velünk van. Hiszem, hogy lát bennünket, hiszem, hogy biztat bennünket, hiszem, hogy az az ember, aki az egész életét szinte a közösségnek, a nemzetnek szolgálatába állította, hiszem, hogy ő nem csak az eddig végzett munkája révén segített bennünket, hanem ő az általa létrehozott értékek révén a jövő generációinak is üzent. Ebben az értékét vesztett, részben hite hagyott világban az ő élete példa valamennyiünk számára. Példa, fákja, világít. Igen, mennünk kell előre. És ez a templom, ami az ő lelke, lelkiismeretes munkája, közösségépítő munkája, a székely közösség összefogása révén szépült meg, és marad örök emlékül a jövő nemzedéke számára is, ad példát, hogy mi az, amit nemzetként, mi az, amit a nemzet tagjaiként szem előtt kell tartanunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, kedves honfitársaim!
Nagyon jól ismertem Leventét. Az első pillanatban, az első kézfogásnál kötöttünk barátságot. És ez a barátság egy életre szólt, ez a barátság meghatározó volt a számomra mindenképp. Amikor a templomba beléptem, most amikor megláttam az újjáépült, megszépült templomot, azt éreztem, hogy ő igazán, igazán tiszta lélekkel, tiszta szívvel tudott küzdeni, adni, alázattal szolgálni és önzetlenül segíteni. És talán abból a Schilleri idézetből, ami az Ének a harangról című versből van, annyit engedjenek meg nekem, csak egy utolsó sorait. Mert ez az embernek éke éppen, és értelmet azért kapott, hogy érezze is a szívében, amit kezével alkotott. Ő érezte a szívében, amit kezével és lelkével alkotott. A Jóisten áldja meg családját, a közösséget, és hitünket megtartva vigyázzunk, vigyázzunk nemzetünkre, mert ő is ezért küzdött az utolsó leheletéig. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Isten áldja meg a tartalmat. Amikor először hallottam a szoborállítás ötletéről, az első reakcióm az volt, szó sem lehet róla, mit szólna hozzá apu. Egészen hosszú ideig hallani sem akartunk a dologról, hiszen tudtuk, majd egyszer megkapjuk ezért a felmosást, szinte hallottuk, ahogy mondja, fiaim, elment a szépeszetek. Az első fordulópont a szoborállítás kérdésében egy tiszteletbeli székellyel való beszélgetés nyomán következett be, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy az emberek kimennek a temetőbe, fejet hajtanak, esetleg elmondanak egy csendes imát, de a sír mellett ritkán állnak megmesélni. A szobor az, ahova az ember elviszi a gyerekét, unokáját, és mesél arról a szeméről, akinek a szobrát nézik, mesél az életéről, amiben hitt, amiért küzdött, és mesél arról, hogy miért állítottak neki szobrot. A beszélgetést követően kezdtünk el mélyebben gondolkodni a kérdésről. Rájöttünk, hogy a tiszteletbeli székelyek részéről ez egy tiszteletet és hálát kifejező gesztus, amin apu valószínűleg fejcsóválva mosolyog. Csóválja a fejét, mert ő nem a szoborért, nem a dicsőségért tette mindazt, amit tett, de mosolyog, mert a szíve mélyén jól esik neki, hogy valakik azt mondják, köszönjük Levente. És mosolyog, mert tudja, hogy az itt jelenlévők el fogják hozni ide gyerekeiket és unokáikat, és mesélni fognak arról, amiben ő hitt és amiért munkálkodott. És ezáltal, hogy eljönnek ide, újra és újra fel fogják fedezni a homorod mente kicsiny falvait, gyönyörű imádságra hívó templomait, és a bennük élő emberek lelki kincseit, szívükben rejlő melegséget és szeretetet. Aki pedig egyszer eljön ide, azt meg fogja érinteni a táj, az itt élő emberek szeretete, nyílt és őszinte lelkülete, és tovább fogja vinni, tovább fogja adni ezt az érzést mindazoknak, akik befogadóak rá. És ha így történik, akkor már tudjuk, hogy nem volt hiába való az élete és a munkássága. Így tehát rábólintottunk a szobor elkészítésének ötletére, nem ellenkeztünk többet, igyekeztük segíteni Blaskó János szobrászművész úr munkáját, hiszen csak igencsak nehéz dolga volt a szobor elkészítésénél. Mindannyian ismertük aput életében, mindannyiunknak van egy képe róla, és ez a kép mindenkiben másképp él. Van, aki a csintalan gyerkőcöt látja maga előtt, amikor apuról esik szó. Van olyan, aki a táncolni, énekelni szerető fiatal felnőttet. Van, aki az álmokkal, lelkesedéssel teli pályakezdő lelkészt, vagy netán az élet kihívásai és nehézségei miatt ősz és ráncos homlokú tiszteletes urat. Van, aki ha rágondol, egy délceg, egyenes hátú mosolygós huszát lát maga előtt, van, aki a betegségében egyre kicsinyedő, de mindvégig küzdő embert. Én személy szerint apát és példaképet látok benne. Egy apát, akire mindig számíthattam, hogy ott lesz, mosolyogva előbukkan egy épület sarka mögül, és a legvárabb pillanatban is elvisz fagyizni. Ugyanakkor az apa mellett példaképet is.
Megmutatta, hogy milyen az, amikor az ember mer nagyot álmodni, és tesz érte, hogy az általa megálmodott világnak a kapui megnyíljanak előtte, még ha csak egy kis ideig is. Amikor első pár alkalommal láttam a makettet, a szobrot, őszinte leszek, úgy voltam vele, hogy ez egy kicsit sem hasonlít apura. Körbejártam, minden oldalról megvizsgáltam, minden apró vonását, de valahogy mégse volt az igazi. Aztán rájöttem. Olyasmit keresek benne, amit nehéz megörökíteni egy élettelen tárgyban. Következő kor, amikor szobornézőbe mentünk, addig nézegettem, addig jártam körbe, amíg megtaláltam azt a szöget, ahonnan úgy éreztem, jóságos szemei rám tekintenek, és megpillantom a szeme sarkában burkáló mosolyt. Kedves jelenlévők! Nézzétek ti is így ezt a szobrot. Keressétek meg azt a szöget, ahol megtaláljátok Kelemen Leventének azt az arcát, amire ti emlékeztek, hozzátok el gyermekeiteket, unokáitokat, dédunokáitokat, és meséljetek. Meséljetek a papról, aki hatalmasakat tudott aludni a székely fenyvesek tövében, aki mindig kész volt megosztani otthonának melegét, aki szerette megtréfálni a hozzábetévedőt, akinek mindig megtelt a szeme könnyel, ha Trianonról a 2004. december 5-i szavazásról esett szó. Meséljetek a lovasgazdáról, hagyományőrző huszárról, székely vadászról, a csak azért is emberek egyik leghitelesebb képviselőjéről, Kovász emberről. De ne csak róla meséljetek. Meséljetek arról, amiben ő hitt, amiért ő küzdött. Meséljetek összetartozásról, meséljetek a székelyekről, meséljetek magyar gyökereinkről, az összetartó, egységes magyar nemzetről. Meséljetek és emlékezzetek. És ha így tesztek, biztos vagyok benne, hogy erőt kaptok munkátok folytatásához, megerősödik az Istenbe, közösségbe, nemzetbe vetett hitetek, és képesek leszünk együtt megvalósítani az egymást segítő, egymást otthonába beengedő, egymással ételét megosztó magyar közösséget. Ahol nincs székely, anyaországbeli, határon túli magyar, tiszteletbeli székely, hanem csak egymás testvérként szerető magyar. Magyar, akinek van és lesz jövője itt a Kárpát-medencében. Pont úgy, ahogy apu is megálmodta. Just...